Gratulálok az egy ponthoz, azt hiszem azt kell mondani, mert a mai játékban innen kintről úgy nézett ki, hogy nem volt benne a győzelem. Te hogy láttad a kispadról? Hát köszönjük szépen a gratulációt. Voltak lehetőségeink, tulajdonképpen akkora helyzetünk nem volt, mint az elmúlt hetekben. Az ellenfélnek is el kell ismernem, hogy voltak helyzeteim. Talán nekik több veszteni valójuk volt ezen a mérkőzésen, mint nekünk. Ugye 10 pont van közt a csapat, a két csapat között 10 pont van. Ezt kértem, hogy ez maradjon meg, vagy esetleg növeljük. Hát ez most így sikerült, ez egy ilyen mérkőzés volt, de összességében nézve azt hiszem, hogy a csapatnak csak gratulálni tudok, hogy az a megszerzett 32 ponthoz. Hát most nem sikerült olyan jó játékot nyújtanunk, mint az elmúlt hetekben. Mi az oka? Nem tudom, hogy itt azért meg kellett változtatni a Kovács Józsinak a sérülése, amin Ádámnak a végén begörcsölt, a Rácz Dominik nem bírta vállalni, a Józsin egész héten nem edzett, úgy rótoztuk össze, de hál' Isten tudott játszani, tehát voltak gondjaink ezen a héten, hát ez így sikerült. Jól emlékszem, a Csótvadkerti mérkőzésen mondtad azt, hogy az ősz leggyengébb játéka volt azon a napon a csapat teljesítménye. Ez most akkor hogyan látod ezt a mai talán? Hát azért más volt az ellenfél, tehát ez nem a Soltatkert volt, hanem a János Alma, aki ugye meg szeretné nyerni a bajnokságot, és azért erre a János Almára eddig 10 pontot vertünk rá. Nem azt mondtam, hogy sziporkáztunk, de ugye minden csapat úgy játszik, amit megenged az ellenfél, tehát egy nemes ellenféllel találtunk magunkat szembe. Jó játszott a János Alma, de mégse tudott nyerni. Ha az őszt nézzük, és egy rövid összefoglalót mondanál, nyártól kezdve, hogy indultunk, aztán jöttek a mérkőzések, jöttek a győzelmek, és a végén az első helyen tanyázunk, éllovasként várjuk a tavaszt. Mit tudnál mondani röviden? Hát nem hiszem, hogy még lehet, hogy én se számítottam egy ilyen jó szereplésre, de lehet, hogy itt a kiskörösi közönség sem. Hát voltak nagyon jó mérkőzéseink, ugye, mint mondtam, voltak gyengébb, tehát ez a bajnokság, a Barcelona se játszik egyfolytában mindig jó mérkőzéseket. Én úgy érzem, hogy leszámítva ezt a János Alm mérkőzést, jó teljesítmény nyújtotta a csapat. Mindig szajkózom, ugye az a két elhulajtott pont, vagyis ahogy a Télegyházai 3 pont, illetve az akasztójött kőkevjen belenyomult a játékvezetés. Most talán valamit visszahozott, ugye visszakaptuk azt, mert itt lehet, hogy a Márk szabálytalankodott, be lehetett volna fújni a 11-es, ezt János Almán van ez a mérkőzés, biztos be is fújják. Tehát most akkor kiegyenlítődött ez a dolog, úgyhogy most nem szólok a játékvezetés semmit. Én jó őszt zártunk, gratulálok a csapatomnak. A 32 pont az 32 pont, hát 2x meg egy vereség. Csak csupa nagybetűvel tudom ezt mondani, hogy én úgy érzem, hogy Kiskörösön van egy jó csapat, és hogyha rendelkezésre fog állni mindenki, a sérültek is nem tódozott, foldozottan fogunk felállni, akkor még azt hiszem, hogy nagyon sok szép sikert el fogunk még érni. De azért, mint edző, örülsz ennek az ősznek, egy kis mosolyt azért lehet látni az arcodon. Persze, hogy örülök ennek az ősznek, most egy kicsit azért, nem olyan állapotban vagyok, de még kell egy negyed óra, mire ugye feldolgozom ezt, hogy egy igen nehéz mérkőzés volt, és hála Isten nem szenvedtünk vereséget, és így most már aztán ki lehet mondani, hogy őszi elsők vagyunk, ugye még múlt héten még matematikai nem voltunk őszi elsők, de most már úgy ki lehet mondani, hogy a Kiskörös évek alatt nem volt ilyen helyen. Aztán, hogy mi lesz tavasszal, remélem, hogy egy jó felkészüléssel, a srácok ugyanígy akarják a győzelmeket, ugyanígy akarják a sikert, ugyanígy akarják akár a bajnokságot megnyerni, akkor szerintem nagy gond nem lehet. Én a magam nevében gratulálok az egész őszi teljesítményetekhez. Jó, köszönjük szépen a gratulációt, a csapatnak átadom.